A 35 év alatt több ezer diáknak sikerül dolgoznia a Melódiák Dél közvetítése során. Van olyan is, aki a korábban szerzett tapasztalatnak, munkakapcsolatnak köszönheti jelenlegi munkáját. Nezdei Noel utolsó fél évét tölti a Pécsi Közgázon. Az iskola szövetkezetnek köszönheti munkáját. Jelenleg irodában dolgozik, azonban lehetősége lesz projektmenedzseri állásra is. Nekem már sikerült a szövetkezetnél dolgoznom, vagy hát azáltal munkához jutnom, és én a jelenlegi munkájában ott dolgozok, amit ők szereztek nekem, és én úgy gondolom, hogy ott például kiteljesedhetek, és számomra amúgy megfelelő, amit tényleg tudtak nyújtani, és így megtaláltuk a kapcsolódást, hogy ők mit tudnak nyújtani, és hogy én mit kívánok. A Melódiák Dél elhivatottnak érzi magát, hogy továbbra is támogassa az egyetemi hallgatói közösséget. Ezért együttműködnek a PTE Közgazdaságtudományi Kar hallgatói önkormányzatával, és a Pécsi Közgáz Októberfestet támogatják, amelyet szintén ezen a napon rendeztek meg a kampuszon. Egy remek jó iskolává nőtte ki magát a Melódiák, hiszen az elmúlt 35 évben rengeteg olyan cégvezetőt és szakembert adtunk a gazdaságnak, akik itt tették meg az első lépéseiket, akár a partnercégeinknél dolgoztak, akár a szervezeten belül. És hát nyugodtan mondhatom, hogy az első pillanattól, mióta a Melódiák megalakult, Magyarországon mi vagyunk a piacvezetők, a legnagyobb iskola szövetkezet országosan. Még a mai napig is dupla akkora forgalmat, volument tudunk bonyolítani, mint a minket követő második. És az a mi információnk, hogy egy kicsit unikum is ez az iskola szövetkezet, vagy hungarikum, inkább így mondom, hiszen az egész világban egyedülállóan mi tudunk ekkora tömeget, ennyi diákot megmozgatni a munkavilágában szervezetten. És amit mindig kiemelünk, hogy így biztosan garantált a jogszerű és biztos, jogszerű munkavégzés és biztosította fizetés, ha valaki velünk dolgozik. A nap folyamán egy dísztáblát is avattak a Pécsi Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahonnan a Melódiák Dél útja 35 évvel ezelőtt elindult. A hallgatói események során a diákok megismerhetik egymást, tapasztalatokat cserélhetnek, amelyek akár sikeres vállalkozásokhoz és hosszú távú munkakapcsolatokhoz is vezethetnek. Így kezdődött annak idején a Melódiák Dél története is.